Amit a konyháról tudni kell, lényegében a konyha ettől a faltól hátrafelé volt található. Tehát egy nagyon szűk és ilyen zegzugos kis dolog volt. Béres István tolnavádos főépítész mutatja az átalakítást. A korszerűsítés nagyon elfért az étkezőre, ahol ugyanazon a bejáraton érkeztek a gyerekek, az étel és az itt dolgozók, akiknek még öltözőjük sem volt. A Perszofer Ágnes polgármester azt mondta, nagyon régi volt a város adósága a szülőkkel, a tantestülettel és a gyerekekkel szemben. Amikor egyébként a mostani időkben olyan projekteket adunk át, amik több százmillió forintra rúgnak, és bizony kellett ezekhez is akár több 10 millió forint önerőt biztosítani, nem volt könnyű ezt a 19 millió forintot kiszorítani, de hát mégiscsak fontos volt, és az önkormányzat egyöntetűen fogadta el azt a javaslatomat, hogy fordítsunk ennek az ebédlőnek a felújítására 19 millió forintot. Az építkezés során megnövelték az ebédlő és a konyha alapterületét, és megépültek a kiegészítő egységek is. Most 48 gyerek tud kulturált körülmények között egyszerre ebédelni a Vasinszky iskolában. Ilyen 15 négyzetméteres irodának a feláldozásával, 15 négyzetméterrel nagyobb helyiség lett a maga az étkező, illetve annyit tudtunk még itt javítani a helyzeten, hogy azáltal, hogy ezt a 15 négyzetméteres irodát hozzá tudtuk csatolni a meglévő étkezőhöz, az étkezőnek az iskolából történő megközelítését is biztosítani tudtuk, mert ugye korábban kintről kellett bejárni a gyerekeknek is. Ezzel az átadással minden tolnamözsi iskolában a 21. századnak megfelelő étkezdék működnek, mondta Apelszofel Ágnes polgármester. Az állagmegóvás mellett a következőben folytatni kívánjuk az intézmények felújítását, tette hozzá.